Szeged ellen sikerrel megvívott osztályozót követően csak a labdarúgók mentek rövid pihenőre Kisvárdán, az egyesület vezetői azonnal elkezdték a tárgyalásokat az immár egy csoportos NB2-ben, amelyhez a héten 16. csapatként a Sopron csatlakozott, induló együttes keretének megerősítése érdekében. A szakmai munkát továbbra is irányító Révész Attila valamennyi a feljutás kiharcoló játékosra igényt tartott volna, Iván Attila azonban visszatért Tuzsérra, a csapatkapitány Bagin Sándor pedig technikai vezetőként és pályaedzőként szolgálja tovább a Kisvárdát. Mivel a csapat kerete eleve szűkös volt, a tervekben 10-12 új játékos szerződtetése szerepel. Az önkormányzat korábbinál nagyobb támogatásának és a szponzorok áldozatkészségének köszönhetően már várdai játékosnak mondhatja magát a legutóbb Putnokon szereplő szerb Dusan Pavlov, volt csapattársa Üveges Szabolcs, valamint három ex-nyírvátori futballista, Kóka Róbert, Pál Völgyi Balázs és Lakatos László. Szó van a nyíregyházi nevelésű, legutóbb a Honvéd akadémiai csapatát erősítő Kapacina Valer, a Szombathelyi Nagy Bálint, a Kozár Mislenyi Fenyvesi Olivér, két volt nyírsulis, legutóbb Ibrányban futballozó fiatal, Barzó Gergő és Varga Attila, valamint két kapus, a győri Nacsa Péter és a felcsúti Círék Zoltán érkezéséről is. Mellettük képben van még két volszpari játékos, Szindu Dosszó és Perényi Mihály, valamint Debrecenből is érkezhetnek focisták az újonchoz. A felkészülés hétfőn kezdődik Kisvárdán, a csapat célja pedig mi is lehetne más, mint a bennmaradás kiharcolása a nagymúltú együtteseket felvonultató NB2-ben.